Jó napot kívánok! Ez a közügyek, ezernél is többen tanulnak. Jelenleg a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően ma újabb ösztöndíjasokkal írtak alá ünnepélyes keretek között szerződéseket a Szabadkai Városházán. Beszámolunk erről az eseményről. Interjút láthatnak Potápi Árpád Jánossal, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárával, és ösztöndíjasokkal is készült beszélgetés. Maradjanak tehát velünk. Ami a műsor második részében lesz, az a vajdasági, illetve a Magyar-Európai Uniós érdekképviselet. Deli Andorral készítettünk interjút, aki ugye emlékeznek rá, az Európai Uniós választásokon tavasszal jutott be az Európai Parlamentbe a magyarországi Fidesz-KDNP listáján, ahol külhoni magyarok is helyet kaptak, így vajdaságból Deli Andor kapott mandátumot. És ma van az idősek világnapja, hogy Szabadkán milyen rendezvénnyel várták az időseket, azt is megtudják. Kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Négy évvel ezelőtti megalakulásakor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programként, célként kezelte azt, hogy emelje a vajdasági magyarok képzettségi szintjét, hogy minél több fiatal vállalja az egyetemi továbbtanulást, mégpedig itthon, szülőföldjén. Ezt a célt szolgálta a felsőoktatási ösztöndíj program. Ennek keretében immáron több mint 1000-en tanulnak a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően, kiemelt havi ösztöndíjat kapva. Az újabb első éves egyetemistákkal ma Szabadkán a Városháza dísztermében ünnepélyes körülmények között írták alá az ösztöndíj szerződéseket. A magyar himnusz dallamára kezdődött a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj szerződéseinek aláírási ünnepsége. Az új ösztöndíjasok számára megerősítést jelentett az MNT támogatása abban, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat. Nekem otthon a család is állattenyésztéssel foglalkozunk, és így a mai világban, úgy, hogy kevés a munkalehetőség, így úgy érzem, hogy nekem ez előre meg van alapozva, és látom benne fantáziát, és érdeklődök is utána. Van nagyon nagy segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Tanács ezzel az anyagi támogatással. Az orvosit azért választottam, hiszen ez vonzott, szeretnék az embereknek segíteni, mivel kutató munkát szeretnék végezni, és minden reménnyel valami nagyot felfedezni. Negyedik alkalommal írtak alá ösztöndíj szerződéseket azokkal a magyar egyetemistákkal, akik magyar nyelven végezték az általános vagy a középiskolát, és Szerbiában tanulnak tovább. Az MNT elnöke köszönetet mondott a magyar államnak az anyagi háttérért és a VMS-nek a politikai erőbiztosításáért. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz gazdasági és közéleti körülmények között fognak önök egyetemre járni, de arról is meg vagyok győződve, hogy jól választottak, amikor a szülőföldi továbbtanulás mellett döntöttek. Igaz ugyan, hogy manapság divat lebecsülni, alábecsülni a szülőföldet. Igaz, hogy manapság divatos dolog felbecsülni a máshol levő érvényesülési lehetőségeket, divat abban gondolkodni, hogy elhagyjuk a szülőföldünket, mert itt nincs perspektíva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a divat, ez a jelenség, ez csupa féligasságokon alapul. Hiszen a dolgok leginkább itt és itt dőlnek el. A körülöttünk levő világ az olyan, amilyennél mi magunk változtatjuk és teremtjünk. Akkor is, hogyha itthon kívánjuk ezt megtenni, és akkor is, hogyha 1000 kilométerre nyugatabbra. Azt gondolom, hogy ez a felismerés vezérelte több mint 100 évvel ezelőtt az akkori szabadkai városvezetőket is. Ők akkor hinni tudtak magukba, hinni tudtak a szülőföldjükbe, az itteni lehetőségekbe, és ez a lehetőség az önök számára is nyitva áll. Azt is mondhatnánk, hogy a szülőföldünknek a képzeletbeli tőzsdei részvényei a padlón vannak ebben a pillanatban. De az, hogy
ebből mi magunknak eredményt és lehetőséget kovácsolunk-e, vagy pedig ehhez alkalmazkodunk, ez nagy mértékben tőlünk is függ. Az önök többsége, tisztelt egyetemisták és főiskolások, szerb nyelven fog tanulni, szerb nyelven fog tovább tanulni, és ez bizony önöktől egy többletmunkát igényel. Ahhoz, hogy szerb nyelven is helytálljanak az egyetemen vagy a főiskolán, ahhoz kétségtelenül egy többlet teljesítményre van szükség. Ugyanakkor én azt szeretném, hogyha ebből a többlet teljesítményből önök előnyt tudnának kovácsolni. És egy pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy bizony ez a többlet befektetett munka, hogy önök magas szinten fogják elsajátítani a velünk együtt élő embereknek a nyelvét, azt a nyelvet, amely domináns nyelv ebben az országban, az az önök számára egy olyan többlet előnyt fog nyújtani, amellyel, hogyha sáfárkodni és élni tudnak, akkor előnyhöz jutnak azokhoz szembe, akiknek nem volt alkalmuk elsajátítani ezt a második nyelvet. Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a szülőföldön való boldoguláshoz elengedhetetlen, hogy minél több vajdasági magyar szerezzen felsőfokú képesítést. A magyar nemzet jövője szempontjából kulcskérdés az anyanyelvi közoktatásra épülő felsőoktatásban való részvétel, az értelmiség képzésének ügye. A vajdasági magyarság magyar nemzeti tanácsban kifejeződő érdekképviselete, a Kárpát-medencében példamutató és egyedülálló oktatás fejlesztési stratégiát alkotott és valósít meg. A cél, hogy a vajdasági magyar fiataloknak legyen lehetősége felsőoktatási végzettséget szerezni, és ezzel itthon találják meg a számításukat, és itthon bontakoztathassák ki tehetségüket. Az ünnepségen okleveleket osztottak ki a legsikeresebb ösztöndíjasok és demonstrátori ösztöndíjasok számára. Nagyon összetartó diákokat kaptam, és nagyon-nagyon ügyeseket. Mindenkinek magas átlagok volt, tehát 8 és feles átlag fölött teljesítettek. Az idei évben kaptam 3 diákot, ezek közül egy analitikus, 2 pedig minőségellenőr. Nagyon jól feltalálták magukat a diákok, és úgy érzem, hogy nagyon nagy segítség számukra az, hogy ezt az ösztöndíjat meg tudják pályázni és meg tudják kapni. Várkonyi Zsolt, az MNT közigazgatási hivatalának elnöke elmondta, hogy folyó évtől minden év folyamon van ösztöndíjasa a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Ebben az évben az első kiírás alapján 301 ösztöndíjasunk lesz, ehhez társul majd a második kiírás alkalmával elbírált ösztöndíjasainknak a sora. 77 demonstrátori ösztöndíjast láttunk elő erre az évre, egy kis számú média ösztöndíjast, és itt van a saját erőből létrehozott váradni ösztöndíj hitelünk is. Az MNT életpálya modellt kínál a vajdasági gyermekeknek óvodától az egyetem végéig. A Magyar Összefogás lista tovább szeretné vinni az ösztöndíj programot. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj szerződéseinek ünnepélyes aláírásán jelen volt Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki az ünnepséget követően a Városházán adott interjút a Pannon RTV-nek. Köszöntöm Önt, államtitkár úr! Miért nemzetpolitikai jelentőségű az, hogy ösztöndíjakat adunk és pénzeljük a továbbtanulást? A Magyar Nemzeti Tanács egy 4 éves ciklusát, periódusát, a munkájának a 4 éves ciklusát zárja le ezekben a napokban, illetve október hónap folyamán. És ennek egy fontos, illetve kiemelt célja volt az, hogy megvalósítson egy olyan programot, amelynek keretében a fiatalok hazai főiskolákat, egyetemeket választanak, és utána pedig itthon helyezkedjenek el, ezáltal is a magyar nemzetnek a további élését szolgálják itt a Vajdaságban. Magyarország kormánya ezt a programot támogatta. Kormányon belül is nyilván a nemzetpolitikai államtitkársága Petlen Gábor
Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül támogatta a fiatalokat. 11-ben indult el a program, 11 óta közel 1400 ösztöndíjast, illetve ösztöndíjat tudtunk közösen kiosztani a Magyar Nemzeti Tanáccsal. Én úgy gondolom, hogy ez a program is hozzájárult ahhoz, vagy hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fiatalok ne hagyják el szülőföldjüket, és idehaza Bánátban, Szerémségben, Bácskában tudjanak elhelyezkedni, tudják a magyar közösség érdekeit, illetve jövőjét szolgálni. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nagyon fontos lenne a nemzetpolitikának az az egyik új és sokat hiányolt irányvonala, amely a gazdasági megerősítést jelenteni a határon túli területeken. Hol tart ez most? Ez így van. Kicsit visszatérve a programhoz, ugye 2011-ben kezdődött el ez a program. Ez a programhoz, hogy ebből a programból kaptunk mi is ihletet, hogy elindítottuk odahaza 12-ben, illetve Kárpát-medencében az óvodások évét, 13-ban a kisiskolásoknak az évét, 14-ben pedig a felsősöknek az évét, 15 pedig a szakképzés éve lesz. Most mind a szakképzés éve, mind pedig, amit ön is tetszett említeni, a gazdaság, tehát a nemzetpolitikába egy kicsit a gazdasági vonalat is behozva, úgy gondolom, hogy azt a célt szolgáljuk, hogy kimondjuk azt, hogy a nemzeti közösségek, magyar nemzeti közösségek csak úgy tudnak fennmaradni a szülőföldjükön, hogyha az emberek odahaza találnak munkát, odahaza tudnak vállalkozásokat létrehozni, és ezek a vállalkozások nyilván elsősorban magyar munkaerőt alkalmazva otthon tudnak jövőt teremteni a családoknak, az embereknek, és rajtuk keresztül pedig a családoknak. Elnézést, de ez a megfogalmazás, ez már megtörtént, tehát ez kimondásra került, mikor kerül sor a program kidolgozására, vagy mikor lesznek ezeknek érezhető eredményei? Nagyon remélem azt, hogy a következő évben már ennek érezhető, ha eredményei nem is, de olyan eredményei lesznek, hogy a pályázatokon már a külhoni magyarok is tudnak indulni, és nyilván a pályázatok megvalósítása akár már lehet 15-ben, de inkább a következő évekre fog kitolódni. Ez azt jelenti, hogy ezt a munkát most készítjük elő, most nézzük meg annak a lehetőségeit, hogy a pályázati rendszerbe hogyan tudnak bekapcsolódni egyrészt az unión belül élő, de nem Magyarországon élő magyarság, másrészt ugye Szerbia ebből a szempontból kivétel és Kárpátalja is, tehát a Vajdaság és Kárpátalja, hiszen ők még nem uniós tagállamok, de hogyan tudnak ők is bekapcsolódni ebbe? Valószínű, hogy úgy fogjuk kiírni a pályázatokat, hogy a legtöbb pályázatnál határon túli magyarok is be tudnak kapcsolódni. Lehetőségeit ennek keresünk. Kimondani kicsit könnyebb ezt a célt, mint megvalósítani, de a megvalósításon dolgozunk. Terveink szerint minden egyes pályázatnál határon túli magyarok is ebbe be tudnak kapcsolódni. Amit most már biztosan látunk, az az, hogy ugye Magyarországon a következő 7 éves ciklusra azt határoztuk el, hogy 60%-ban gazdasági pályázatokat fogunk támogatni, és a többi 40% fogja a többi területet képviselni. Ezt határon túl is így szeretnénk megvalósítani. Tehát amikor uniós pénzekről beszélünk, pályázati rendszerről beszélünk, akkor elsősorban a kis és középvállalkozásoknak a megerősítéséről beszélünk, de természetesen oktatási, szociális, egészségügy és más intézmények, illetve szereplők is bejöhetnek ebbe a pályázati rendszerbe majd. A Vajdasági Magyar Szövetségnek van egy gazdaságfejlesztési programja. Hol található ez a dokumentum? Eljutott-e önökhöz? Olvasták-e ön személy szerint, kinél van ez? Illetve Orbán Viktor és Pásztor István között van egy megbeszélés, amely arra vonatkozik, hogy a magyar kormány a sikeres választásokat szerbiait, Magyarországit követően támogatja majd a gazdaságfejlesztését különféle itteni pályázatokkal. Hát az utolsó mondatára reagálva, ez valóban így van, tehát a pályázati rendszert alkalmassá kell tennünk ahhoz, hogy például a vajdaságiak is ebbe be tudjanak kapcsolódni. A VMS az előző években bizonyította azt, hogy
hogy a vajdasági magyarság nagy részének, vagy túlnyomó döntő többségének a képviselője törvényhozási szinten, illetve helyi szinteken. Ezért, amikor a VMS-ről beszélünk, akkor azt mondhatjuk el, hogy a VMS a magyar kormánynak a partnere itt Szerbiában, illetve a Vajdaságban. És a VMS-en keresztül, illetve a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül érhetjük el politikai szempontból leginkább a magyar közösségeket. Tehát a VMS-nek az elképzeléseit mindenféleképpen nekünk figyelembe kell vennünk, és a mi munkánkba, a mi elhatározásainkba, céljainkba ezt be kell építeni. Ez így van a gazdaságfejlesztési program esetében is. Természetesen ezt megkaptuk. Azt nem merem állítani, hogy A-tól Z-ig én ezt magamévá tettem, hiszen elsősorban nem területfejlesztéssel foglalkozom, de amikor mondjuk egy Kárpát-medencei összfejlesztési tervben gondolkozunk, akkor ezt az anyagot fel kell használnunk ahhoz, hogy egyáltalán fejlesztési tervről tudjunk beszélni, másrészt pedig a vajdasági körülményeket figyelembe tudjuk venni, tehát ez be fog épülni ebbe a részbe. Az, hogy a magyar nemzetpolitika új elemmel történő gazdagodása milyen konkrét irányba indul el, és hogy ez milyen eljárásokat, lépéseket fog eredményezni, azzal mikor találkozhatunk majd konkrét formában? Hát az első pályázatok már meg fognak jelenni az idén ősszel, illetve már október folyamán Magyarországon. Ezekben az első pályázatokban én úgy gondolom, hogy még ez a rész nem fog szerepelni. A következő évi kiírásoknál viszont a terveink szerint igen. Nyilván, hogy a pályázati lebonyolításban nekünk szükségünk van a határon túli magyarság infrastruktúrájára, szervezeteire, hiszen a pályázatokat nem elég kiírni. Egyrészt fel is kell térképeznünk azt, hogy mire van szüksége mondjuk az itteni magyarságnak. Nem nyilvánvaló ez egyébként már ennyi feltérképezés után? Ezt mindig meg kell tenni. Tehát ez a munka sajnos mindig újraindul. Minden 7 éves ciklusban újraindul, illetve azt mondom, hogy a 7 év alatt is mindig újra és újraindul. Tehát ezeket mindig meg kell tenni. De a feltérképezés most nem azt fogja jelenteni, hogy a nulláról kezdjük el a munkánkat, hanem az eddigi elkészült tanulmányokat, egyebeket figyelembe kell venni. És azt is el kell mondanunk, hogy a már meglévő irodahálózatot és egyebeket, főleg a Magyar Nemzeti Tanácsra építve, nyilván ezeket használnunk kell. Ebbe egy új segítségnek is be kell illeszkednie, például pályázatíró tevékenység vagy segítségnyújtás, ami esetlegesen eddig nem volt meg. Tehát, hogyha egy helyi vállalkozó mondjuk szeretne bekapcsolódni, akkor nyilván neki segítségre van szüksége. Egyrészt a pályázat megírására, másrészt pedig arra, hogy egyáltalán ebbe a szövevényes kusza dologban el tudjon igazodni. Én megmondom őszintén, én magam sem tudnék megírni egy ilyen pályázatot, ez szinte külön szakma, még akkor is, hogyha nagyon sokat egyszerűsítünk majd ezen. És ez én szerintem a Nemzeti Tanácsnak a hálózatrendszere tudja megadni leginkább azt a segítséget, amit az itteniek el tudnak érni. Magyar Nemzeti Tanácsi Választások lesznek október 26-án. Milyen szempontból fontos ez az anyaország számára? Hát először is az egy óriási dolog, hogy a nemzeti tanácsok létrejöttek itt Szerbiában. Tehát ez egy óriási előrelépés az előző évtizedek nemzetiségi politikájához képest. Tehát úgy gondolom, hogy ha a nemzeti tanácsok nem végeztek volna semmilyen munkát, már akkor is jóval előrébb lennénk, mint ahogy előtte voltunk. Hál' Istennek azt mondhatjuk el, hogy a nemzeti tanácsok, legalábbis a Magyar Nemzeti Tanács, aminek a munkáját mi ismerhetjük, vagy én ismerem, egy óriási előrelépést végzett az előző években, és kiemelten ebben a 4 évben is. Ennek a 4 éves ciklusnak az értékelése
summázása megtörtént a Nemzeti Tanács részéről. Ez kézzelfoghatóvá is vált, hiszen én magam is megkaptam könyv formátumban. Hogyha ezt végiglapozzuk, akkor látjuk csak igazán, hogy az elmúlt 4 esztendőben hány program, hány rendezvény, hány olyan dolog történt, ami az itteni magyarság életét könnyebbé tette. A Nemzeti Tanácsokra szükség van a következő ciklusokban is, években is, hiszen a magyar autonómia rendszernek ez az egyik fontos képviselője. Nyilván az autonómia formáknak különböző részei lehetnek, de ez már egy út a magyar autonómia felé, ezért is kell támogatnunk. Másrészt pedig az itteni nemzeti közösségnek az egyik fontos kapcsa az anyaország felé is, úgyhogy én remélem azt, hogy a következő Nemzeti Tanács is oly módon fog alakulni, hogy ezt a munkát tovább tudja vinni, amit az előző most 4 éven keresztül végzett. A témát innen a stúdióból folytatjuk, vendégem pedig Gulyás Oldal Karolina, a Szabadkai Közgazdasági Egyetem elsőéves hallgatója, egyetemi kar elsőéves hallgatója, illetve Gulyás Richárd, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola elsőéves hallgatója, és itt van még Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási tanácsosa. Beszélgetést délután az ünnepséget követően rögzítettük, köszöntöm mindannyiukat. Ha megbocsát velük, az ösztöndíjasokkal kezdeném, ugye nemrég írták alá az ösztöndíj szerződést, milyen érzés? Egyrészt ugye egyetemi tanulmányokat kezdeni, másrészt pedig ehhez kiemelt összegű ösztöndíjat kapni. Hát ez egy nagyon jó érzés, mivel ez egy nagy segítség úgy számunkra is, mint a szülők számára. Szerintem is nagy segítségnek tűnik, mert így akkor magunknak is sokkal könnyebben meg tudjuk ugye könnyíteni a tanulmányainkat a továbbtanulás során, illetve ugye a szülők iránt is, hogy ne csak a szülők támogassanak, hanem az MNT-től is kapjuk a támogatást. Tehát tényleg nagy segítség. Milyen ambícióik vannak? Tehát egyértelmű volt az, hogy tovább tanulnak majd, hogy folytatják tanulmányaikat, vagy ez most nem olyan rég kristályosodott ki, és egyáltalán hogyan képzelik el a jövőjüket? Vannak-e konkrét elképzelések? Én mindig is szerettem volna tovább tanulni, és ezen gondolkoztam is most így ezelőtt, és eldöntöttem, hogy közgazdasági egyetemre megyek, mivel azt a középiskolát is végeztem, és örülök, hogy bejutottam, és hogy az MNT-t is megkapom ez mellett. Az ösztöndíjat ön? Igen. Én ahogy befejeztem a középiskolát, a Műszaki Középiskolát itt Szabadkán, akkor már rögtön eldöntöttem, hogy én tovább is fogok tanulni itten Vajdaságban, Szabadkán, és én a tanulmányaimmal, amit a középiskolában szereztem, azzal én nagyon meg voltam elégedve, és onnantól már, attól a ponttól kezdve én már tudtam, hogy én nekem a Műszaki Szakfőiskolán a helyem itt Vajdaságban, Szabadkán. Amíg kérdezem majd az MNT tanácsosát, addig lehet azon gondolkodni, hogy a jövőjüket hogyan képzelik el, hogyan szeretnének érvényesülni, illetve hogy hát a közösségi ambícióik vannak-e a tanulmányok mellett. De most önt kérdezném, számok azok nagyon szépek, amik az MNT felsőoktatási ösztöndíj programját jellemzik. Hallgassuk meg ezeket együtt. Több mint 1000 ösztöndíjas. Évente megújuló számú az idén 77 demonstrátor, 30 váradi ösztöndíjas, és az első évben fejeznek az idén már ösztöndíjasaink, úgyhogy most már megjelenik az a generáció, akit ez a program karolt fel, kísért végig, nevelt ki, és próbál most már a boldogulás útján, a pályáján, a karrierépítés útján is fölkarolni és tovább menedzselni. Erre vannak határozott konkrét programok, elképzelések, irányvonalak a további menedzselésre? Természetesen, vállalkozókkal is építünk, illetve tartunk kapcsolatot, de mint több közintézmény is, hát akik felfigyelnek a munkánkra, felfigyelnek a minőségorientációra, felfigyelnek a hallgatói munka rögzítésére és vezetésére és nyilvántartására, azok fordulnak hozzánk, fordulhatnak is hozzánk, de fordulnak is hozzánk mindig olyan kéréssel, hogy keresnek bizonyos kompetenciákkal rendelkező
embereket, fiatalokat, és mi szívesen ajánljuk a hallgatóinkat, az ösztöndíjasainkat figyelmükbe. Tudunk-e arról beszélni, vannak-e arra vonatkozó adatok, hogy az MNT ösztöndíjasai hogyan végzik tanulmányaikat? Mennyi részük az, aki kitartó, aki jó eredményt produkál, aki esetleg még közösségi szerepvállalásra is vállalkozik? Van egy hallgatói kommunikációs felület, Connector névre hallgat. Minden hallgató ezen keresztül rögzíti a munkáját, rögzíti a tevékenységeit, igényeit, fölvezetheti, hogy őt mi érdekli, mit szeretne majd az életben. Saját magáról kialakít egy ilyen kis önarcképet, de itt vannak kötelező felületek is, havonta kell nekik jelentést írni munkájukról, vizsgaidőszakban letett vizsgákról, mellékelni kell a másolatát ezeknek az eredményességet igazoló okiratoknak, és ilyen jelentést írnak a hallgatók is, ilyen jelentést írnak a felsőbbévesek is, és ilyen jelentést írnak a demonstrátorok is. És mi szűrhető le ezekből a jelentésekből, ha összegezni kellene? Van egy szoftverünk, amely összeveti a hallgatói és a demonstrátori jelentést, és hogyha ugyanarra a kérdésre más a válasz, akkor ezt hibaként jelzi. Tehát egyrészt ilyen módon megpróbáljuk kiszűrni a próbálkozásokat. Másrészt viszont hát nem csak az a célunk nekünk, hogy a füllentéseket szűrjük ki a jelentésekből, hanem az is a célunk, hogy ebből lássuk a hallgatóknak az előrehaladását, illetve serkentsük őket azon az úton, hogy minőséges, odaadó, eredményes munkával lehet a mai világban igazán előrehaladni. A hallgatók mekkora aránya az, amelyik sikeres, tehát amelyik veszi az akadályokat, jó tanulmányi eredményeket produkál? Hát itt nem lehet azt mondani, hogy egységes a kép, hiszen vannak olyan karok, ahol alig van lemorzsolódás, vannak olyan karok, ahol nagy a lemorzsolódás, de függetlenül az ösztöndíj programtól mindig is az volt, és most az ösztöndíj program azért elmondhatjuk, hogy valamelyes segít, valamelyes serkenti a bennmaradást, de továbbra is nagyon vegyes a kép, tehát nem lehet azt mondani, hogy 70%, 80%, mert vannak olyan karok, ahol hébe-hóba hullik ki valaki a képzésről, és vannak olyan karok, ahol pedig 20%-a marad benn a képzésben. Akkor visszatérnék önökhöz, hogyan tovább tehát? Hát nekem az első számú célom az, hogy az egyetemet befejezzem elsősorban, utána pedig úgy tervezem, hogy itt maradok szülőföldön, és a továbbiakban meg majd kiderül, hogy mi alakul. Mi az államfoglalkozás, van ilyen? Hát nincs. Nincs igazából. Amikor befejezem a főiskolát, akkor én külföldre szeretnék menni tovább, képzelni magamat, Ausztriába. Informatikus szakképzése, mesteri szakképzése, és nekem a fő álmom lényegében, már nekem 8 éves korom óta az volt az álmom, hogy programozó legyek, és hát ezt meg is szeretném valósítani, és én úgy érzem, hogy az álmom arról fog állni. De még majd hogy kiderül. Tervezi, visszatér? Vajdaságba? Hát én úgy terveztem, így most így előre, hogy természetesen, hogy vissza fog térni a szülőföldemre, Vajdaságba, de lényegében a továbbképzésemet azt külföldön fogok maradni, és amikor visszajövök a Szabadkára, akkor még lényegében a hétvégét, illetve a szünetet azt meg itt fogom tölteni természetesen. Izgódnak-e majd most, hiszen most kezdődik az egyetemi év, mi az, amire számítanak, mi az, amitől kicsit tartanak? Hát persze, hogy izgulunk, igen, mert most egy olyanba csöppenünk bele, amit még nem tapasztaltunk. Én félek a nyelvtől is, a szerb nyelvtől, de hát majd alakul. Volt a felzárkóztató szerb nyelvi képzésen? Igen, voltam Újvidéken. Ugye ezt is a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Igen, és szerintem nagyon hasznos volt, és nekem tetszett. Hát én lényegében nálunk az iskolában már ezen a héten a professzorok már tényleg most már a fejünkbe
fűzték, hogy itt nagyon-nagyon meg kell fognunk a munkát, mert itten a Műszaki Szakfőiskola az nem olyan, mint a Közgazdasági Egyetem, itten sokkal komolyabb a munka, hiszen itt a műszaki tudományok. Mit szól ehhez? Nem értek egyet. De nálunk is azért tanulni kell, és lényegében én csak a matektól vagyok egy kicsit megijedve, de azért felveszem a kesztyűt, és azért megpróbálok mindent, amit magam tudok kihúzni, azt a tanároknak átadni, hogy én tényleg tudom a matematikát. Lesz nekem majd demonstrátoraik, mit tudnak erről? Igen, nekem igen. Már jelentkezett, és majd megbeszélünk egy találkozót, és akkor majd mesél a tanárokról, az egyetemről, felkészít egy kicsit. Én is egyet értek vele. Nálunk is így van. Nézzük akkor tovább, ugye sokszor beszélünk arról, hogy vannak hiányszakmák, ahol hiányzik a magyar értelmiségi, hogy a néha részarányos foglalkoztatás elve azért sem működik, mert hogy nincsenek megfelelően képzett fiatal szakemberek. Ez a most a Magyar Nemzeti Tanács első mandátumában megvalósított program. Mennyire benne járul hozzá ahhoz, hogy ezeket a területeket be tudjuk tölteni? Hát egyrészt hozzájárul abban, hogy sugalljuk a hallgatóknak azt, hogy válasszonak bizonyos hiányszakterületeket, mert hogy szükség van és el tudnak helyezkedni azzal a területtel. Másrészt nem csak a hallgatóknak jelezzük ezt, hanem valamilyen módon próbáljuk őket már összekötni a foglalkoztatás piaccal is. Tehát két oldalról próbáljuk ezt elősegíteni. Egyrészt azoknak ajánljuk a hallgatóknak, a hallgatóinkat, akik keresnek ilyet, és a hallgatóknak is ajánljuk a szakterületet, hogy válasszák a hiányszakokat. Ugye ezek általában nehezebben abszolválható szakterületek egyébként, és viszont épp a mai ünnepség is azt bizonyította, hogy ezeken a nehéz szakterületeken, legyen az orvostudomány, vagy legyen az műszaki bármilyen tudományág, vannak 10-0-0-ás hallgatóink, vannak kiváló demonstrátoraink, akik meg tudják mutatni az első éveseknek, hogy igenis lehet azon a karon, azon a szakterületen kiváló eredményt elérni, és nagyon fontosak ezek a pozitív példák, tehát nem uralkodik el egy olyan hangulat, hogy jaj, azt létezhetetlen megtanulni, hiszen pont ezeket a pozitív példákat hozzuk fel, és mutatjuk be az induló diákoknak, hogy igen, ezt az utat kell követnetek, és akkor belőletek is sikeres egyetemista, majd pedig sikeres munkavállaló lehet. Remények szerint itthon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm Önöknek szépen. Is köszönöm, hogy eljöttek, és sikeres tanulmányokat köszönöm. Kívánunk. Köszönjük. Kata és Árpi egyetemista. Anélkül tanulhatnak, hogy szüleiket terhelik. Nekik sem kell munkát vállalniuk addig, amíg tanulnak. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programja biztos segítséget jelent. Katának és Árpinak ezért a tanulás után arra is marad ideje, hogy hasznosan kapcsolódjon ki egy civil egyesületben. Ezek is kiszámítható támogatást és sok más segítséget kapnak az MNT-től. A Magyar Nemzeti Tanács kiszámítható, biztos támogatást nyújt. Nélküled ez nem megy. Iratkozz fel a Magyar Választói Névjegyzékre és szavazz! Október 26-án Magyar Nemzeti Tanácsot választunk. Október elején teszik közzé majd a Szerbiáról szóló uniós országjelentést, amelytől nagyban függ, hogyan halad majd tovább az ország EU-s csatlakozási folyamata. A vajdasági magyar közösségnek is van már brüsszeli európai parlamenti képviselője, Deli Andor személyében, őt kérdezem most. 4 hónap múlt el az uniós választások óta, amelyen a magyarországi Fidesz listáján indulva EP mandátumot szerzett. Mi történt azóta önnel Brüsszelben?
Nagyon sok minden változott az elmúlt pár hónapban, kezdődött minden ugye a kampánnyal, utána volt a júniusi alakulóülés, és akkor a nyári szünet, és végül most itt tartunk szeptemberben, a munka újra beindult, és mondhatom, hogy egy nagyon dinamikus időszak áll mögöttem, mint a munkahelyváltás kapcsán, mint pedig ugye a személyes és a családi kiköltözés kapcsán. Ezek nagy fordulatok voltak mindannyiunk életében. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy ez egy olyan váltás volt, amely, illetve olyan időszak volt, amikor arra kellett fókuszálni, hogy az Európai Parlament működésébe, a vérkeringésbe, hogy úgymondva bekerüljek, és megismerkedjek a munkakörömmel, a feladatokkal, a szervek működésével, az intézmények vezetőivel, és ez körülbelül sikeresen meg is történt, és azt gondolom, hogy erre a következő időszakban lehet építkezni, illetve még a meglévő lépéseket az év végéig igyekezek megtenni, és a megfelelő bevezető lépéseken túl lenni. Tud-e Szerbiával foglalkozni? Igen, már az első lépésem is itt a parlamentben megjelenve az volt, hogy bizonyos szerbiai vonatkozású kérdésekre fölhívjam a figyelmet, mint például volt az árvizekkel kapcsolatosan, amikor felhívtam a parlament, és egyúttal megpróbáltam a bizottságot is ösztökélni a tekintetben, hogy ne csak a tagországoknak nyújtson szolidaritást és pénzügyi segítséget, hanem hogy fokozni kell a tagjelölt országokkal való törődést is, hogy az EU-s perspektíva vonatkozásában a tagjelölt országok is érezzék az EU támogatását, és hogy számíthatnak az EU-s intézmények segítségére a legnehezebb helyzetekben. A mostani időszakban pedig hivatalos parlamenti anyag jelenben pillanatban nincs Szerbiára vonatkozóan, de várjuk október 8-án az ország eredmény jelentésnek a közzétételét a bizottság részéről, és ennek utána a megvitatása fog sor kerülni a parlamenti szakbizottságokban, és hát végül az év vége felé a plenáris elé is kerül ez az anyag, és ez az a pont, amely ismét jelentős mértékben ugye befolyásolja majd a tárgyalások menetét, az eredmény jelentés, az eddigi teljesítményének a bemérése az EU részéről. Ami még aktuálitást érdemel, az mindenképpen az, hogy sikeresen találkoztam azokkal az intézményi vezetőkkel, akik számítanak ebben a vonatkozásban. Így elsősorban a parlamenti delegáció elnökével, Eduard Kukánnal, aki az EU-s szerbiai vegyes delegációnak lesz az elnöklője, és másrészt pedig még a bővítési főigazgatóságon is volt alkalmam találkozni a Szerbiával megbízott osztályvezetővel, aki épp beszámolt arról, hogy úgy véli, hogy Szerbiában van jelentős potenciál a tekintetben, hogy az unió tagjává tudjon válni belátható időn belül, és ennek az intézményi kereteit meglévő, úgy látja, hogy ezek megvannak, a többi pedig rajtunk múlik, hogy milyen dinamikával tudunk majd az EU felé közeledni. Szerbia az unió felé vezető úton halad, folyik a fejezetek átvilágítása, mennyire elégedett az unió most Szerbiával? Ez az a kérdéskör, amely most az eredményjelentésből fog leginkább kiderülni. Sajnos még nem volt alkalmunk betekintést nyerni ebbe a tervezetbe, hogy mi is áll az aktuális jelentésben, hogy Szerbia milyen mértékű előrelépést mutatott a tavalyihoz viszonyítva. De a hivatali vezetővel való megbeszélések mind olyan hangvételűek, hogy én azt gondolom, hogy egy pozitív kicsengésű jelentésre lehet számítani. Az, ami tény, hogy és amit mindenki tényként kezel, az a tárgyalások menetének az összefonódása a koszovói párbeszéddel, amely most, mint jól tudjuk, a koszovói kormányválság kapcsán egy bizonyos fajta kényszerszünetben van, mivel a koszovói tárgyaló fél
jelen pillanatban nem áll rendelkezésre, és hát hogyha ezen a padhelyzeten túlmozdul a politika, akkor azt gondolom, hogy a tárgyalási menet is, a csatlakozási tárgyalások menete is föl tud gyorsulni. Új emberek kerülnek vezető pozícióba az európai parlamenti választásokat követően. Hol tart most ez a folyamat? A bizottság megalakulása van most folyamatban. Ez egy talán az EU intézmények és a személyek vonatkozásában a legfontosabb időszak, ugyanis úgymond az uniós kormány az most kerül megválasztásra az elkövetkező hetekben. Ezen a héten, illetve a jövő héten a parlamenti szakbizottságok a biztos jelölteknek a meghallgatásával vannak elfoglalva, így jó magam is a közlekedési bizottság tagjaként majd a közlekedésre megbízott Európai Uniós biztos meghallgatásában fogok részt venni és kérdéseket feltenni. Ennek az a célja, hogy felmérjük a biztos jelölteknek a felkészültségét a betöltendő funkciójukra, abban a reményben, hogy majd minél sikeresebben tudjanak helytállni és megfeleljenek az elvárásoknak. Arra már volt példa a múltban, hogy a parlamenti meghallgatásoknak igenis súlyos tétje is volt, sok esetben reszót cserére került sor, illetve volt egy pár eset, amikor a biztos jelöltek visszaléptek is szóba került. Én remélem azt, hogy ez a bizottság egy olyan összetételt mutat, amely megfelelő, és amely így, ahogy van, eleget tud tenni a meghallgatáson való elvárásoknak is. A bizottság valóban meg tud majd alakulni, és a parlament megszavazza a bizottságot ebben az összetételben az októberi plenáris ülésén. Az új Európai Uniós vezetőség mit jelent majd Európa számára? Úgy gondolom, hogy az új bizottság az egy erősebb bizottság, egy karakteresebb bizottságnak mutatkozik, mint ahogy az eddigi volt. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a biztosok közül nagyon sok biztos jelölt érkezik erős politikai háttérrel. Vannak köztük miniszterelnökök, külügyminiszterek és egyéb más nagyon magas politikai funkciót ellátó személyek, és ennek okán azt hallani, illetve abban reménykednek az emberek, hogy egy karakteresebb bizottság fog megszületni a végén, és egy karakteresebb európai politizálást fogunk látni az elkövetkező időszakban, de hát ez a jövő zenéje is, majd meg fogjuk látni, hogy a remények valóra válnak-e. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Anna és Miklós szeret színházba, kiállításokra, hangversenyekre járni, és szereti a fesztiválokat is. Hétvégenként szívesen kirándulnak Vajdaságban, és fedezik fel értékeinket. Gyermekük számára már természetes lesz, hogy az élményekért nem kell messzire utazni. Anna és Miklós ezért feliratkozik a Magyar Választói Névjegyzékre. Pár pillanatig tart, és csak a személy igazolványra van szükség. A Magyar Nemzeti Tanács értéket teremt, és őrzi hagyományainkat. Ön nélkül ez nem megy. Iratkozzon fel a Magyar Választói Névjegyzékre és szavazzon! Október 26-án Magyar Nemzeti Tanácsot választunk. Ma van az idősek világnapja. Szabadkán a főtéren több rendezvénnyel is várták a 65 évnél idősebbeket. Többek között ellenőrizhették egészségügyi állapotukat. Ingyenes vércukorszint, koleszterin és vérnyomásmérés várta őket, na meg sport lehetőség, és megismerhették azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket igénybe vehetnek itt a városban. Hosszú sorát az egészségügyi standok előtt legtöbben a vércukorszintjükre és a vérnyomásukra voltak kíváncsiak. A cukrom,
nagyon alacsony volt, tehát 2 alatt, és én állandóan kómában voltam, és most én nem a magas vércukor, hanem az alacsony, hogy ne ismét kómában. Tehát ezért jöttem ezt ellenőrizni, és a vérnyomást normális, ha bár a vérnyomásom eddig aránylag normális volt, de emiatt azért igyekszem saját magamon segíteni, vagyis megnézni, hogy hogy állok. És mi a véleménye erről a programról? Ez nagyon humánus, és nagyon jó volna, hogyha többször is ezt havonta vagy 2 havonta elvégeznék az embereken, mert sokat jelent. Van, aki csak elővigyázatosságból jött el, hogy még időben megelőzze a komoly bajt. Idős korban ugyanis nem árt a gyakori ellenőrzés. Meg akarom tudni, hogy állok, de jól érzem magam, az biztos. Nincs semmiféle fájdalmaim. Nem kerültem sorra. Így, hát nincs problémám, de azért megnézném, ha már itt vagyok. Szabadkán több mint 24.065 évnél idősebb ember él. Ebben az életszakaszban szükség van a segítségre. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran azért nem igényelnek gondoskodást, mert nem tudják, milyen eszközök állnak rendelkezésükre. Ezek az emberek nyugdíjasak vagy nem nyugdíjasak, egészségesek vagy betegek, de tehát őnekik ugye az életük nem olyan, mint az aktív embereké, ezért segítségre van szükségük, és hát amikor már ugye betegek, akkor plusz segítségre van szükségük, és na, a lényeg az, hogy mi ezt azért csináljuk, hogy az idős emberek most ide eljöhessenek, és informálhassák magukat az összes olyan szolgáltatásról, az összes olyan segítségről, amit itt Szabadkán igénybe vehetnek. Mert sokszor azt látjuk, hogy tehát, amikor valaki betelefonál hozzánk háziápolásra, kimegyünk terepre, és látjuk, hogy a néninek ez vagy az, vagy amaz hiányzik az életében, amit megkaphatott volna, csak elment volna a szociális védelmi központból, vagy elment volna azért az egészségügyi segédeszközért az egészségügyi biztosítóba, de nem tette meg. Nem tette meg, mert nem tudta, hogy ezt ő megteheti. És hát itt most a mai nap ez arról szól, hogy informáljuk az embereket. Maglai Jenő Szabadka polgármestere elmondta, a városban jól működő intézményekben segítik az időseket. Fontosnak tartja, hogy a koros személyek ne maradjanak törődés nélkül. Azt gondolom, az a rendezvény elsőben üzenet jelleg ez a rendezvény, hiszen az idősek világnapjára emlékezünk. Sajnos az utóbbi időkben, az utóbbi években, évtizedekben az idősebb polgárainknak a helyzete az egyre súlyosabb, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan nap, amikor valamilyen formában felhívjuk a közvéleménynek, a közösségnek a figyelmét arra, hogy az idősebb polgártársaink komolyabb odafigyelést, komolyabb figyelmet érdemelnek, olyan formában, hogy maga a közösség, maga a család, illetve azok a közintézmények, amelyek erre hivatottak, hogy gondoskodjanak a legidősebb polgártársainkról. Szabadka azok a közösség közé tartozik, ahol az intézményrendszer az idősekről való gondoskodást illetően jó szervezet, de attól függetlenül azt gondolom, hogy ettől mindig lehet jobbat és mindig lehet többet, és valamilyen formában a közösségnek, az egész közösségnek a feladata, hogy azoknak az embereknek, akik az egész életüket ledolgozták, azok az emberek, akik igazából sokat tettek hozzá ehhez a közösséghez, a családjukhoz, úgy anyagilag, mint szellemileg azokról az idősekről, amikor a legidősebb az idős napjain, amikor szükség van, amikor a legnagyobb szükség van, akkor közösen gondoskodjunk és odafigyeljünk. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ezen a napon a szabadkai idősek néhány sportággal is megismerkedhettek, kipróbálhatták a lengőtekit, sakkozhattak és betekintést nyerhettek a tai chi elnevezésű mozgásművészetbe is. Ez volt már a közügyek, köszönjük figyelmüket, holnap Juhász Gábor felelős szerkesztő és Ábrahám Viola műsorvezető társ szerkesztő várja majd Önöket, szép estét!